Eger számára miért volt fontos részt venni ebben a programban? Egernek óriási úszó és vízilabda sport hagyományai vannak, tehát én úgy gondolom, hogy a hagyományok azért fontosak, hogy le tudjuk vonni a tanúságokat, és legyen mihez mérni magunkat. De a jelenben kell cselekedni, és a jövő számára tenni. Nem is keveset. Én azt hiszem, hogy jó döntést hoztunk akkor, amikor néhány évvel ezelőtt egyesítettük az egri úszóklubokat, amikor újra rendeztük a edzői személyi feltételeket, hiszen az volt a célunk, hogy Eger a magyar úszósport egyik erőssége legyen újra néhány évtized elteltével, és ezen dolgozik a városvezetés, ezen dolgozik a klub. Nagyon reméljük, hogy egyébként a későbbiekben a létesítmény feltételeken is tudunk újra javítani majd. Halatlan fontosnak tartom azt a szisztematikus munkát, ahogyan a Magyar Úszó Szövetség az utánpótlás nevelést kezeli, és mi ebben igyekszünk maximális partnerek, együttműködők és támogatók lenni. A létesítmény fenntartással és működtetéssel tudunk hátteret adni, hiszen itt a Bicskei úszoda rendelkezésre áll, a szomszédságban, ugyan sajnos rossz állapotban, de mint úszófelület rendelkezésre áll a történelmi bárányúszoda, és a termálfürdőben is van egy 50 méteres versenymedencénk, amely ugyancsak az edzés lehetőséget javítja itt téli időszakban is. Van egy kedvezményrendszer, amit a város működtet, ez azt jelenti, hogy az egyes sportágak eredményességük függvényében kapnak kedvezményes vagy ingyenes létesítmény használatot, és hát nem titok, hogy az alpolgármesterünk révén benne vagyunk a sportklub vezetésében is, igyekszünk anyagilag, szakmailag, politikailag is támogatást adni. Mekkora az érdeklődés itt városszerte vagy városvonzás körzetében ez iránt a program iránt? Egerben általában is fontos a sport, de az, hogy Eger egy iskolaváros, az nem egy lufi, nem egy szlogán. Most végzünk különböző elemzéseket a város erejéről, erősségéről, és 20-30 település mindennapjait határozza meg Egerváros, de ha ifjúságügyről, oktatásról beszélünk, akkor 100 településről vannak bejáró tanulóink, vagy itt lakó fiatalok. Tehát egy igazi térség, egy megyénél nagyobb térség az, ahova Eger hatása kiterjed. És ha igaz ez az iskola ügyre, akkor igaz a sportra is, és a sportban pedig nem általában próbálunk eredményeket elérni, hanem keressük azokat az erősségeket, ahol valóban a magyar sport számára Eger fontos lehet. Nem kétséges, hogy ez az úszó és a vízilabda sport.